A lakótelepen sétálva bizonyára eljutottak már a Pöttyös utcai bölcsőde előtti pihenőparkba, a Babák Rózsa parkjába. Valószínűleg meg is csodálták az évről évre erősödő, egyre nagyobb virágokat hozó rózsatöveket. A rózsatövek átadására és a babák köszöntésére május 30-án a József Attila lakótelepi közösségi házban egy kis ünnepség keretében került sor. Az én rózsám rózsaszín. Az én rózsám is azt hiszem rózsaszín. Az enyém a rózsaparkban. Meg enyém is a rózsaparkban. Valamit üzentek a nézőknek? Igen. Mit? Azt, hogy sok szeretettel hallgassák meg a nénit. Ez egy régi szokás volt, ugye vidéken, hogy a gyermek születésekor fát ültettek, nagyszülők, szülők, és az így földbe kerülő fa, ez egy összetett szimbólum volt, illetve szimbólum ma is, hiszen ugyanúgy gyökerezik a földben, ahogy a gyermek a családban, és ugyanolyan nagyra nő, mint a kisgyermek, és ugyanúgy kötődni fog mindig a szülői házhoz, mint ahogyan a gyermek vagy az unoka. Az első gyermekünk, igen. Tavaly született 11 hónapos, jövő héten ünnepeljük az első születésnapját. Még nem választottuk ki, hogy melyik lesz a miénk, most visszük ki a táblát és elhelyezzük a rózsa mellé. Egy szimbolikus dolog, tehát pár év múlva visszatérhetünk, és amikor már ő is megérti ezt az egészet, akkor láthatja, hogy van egy rózsája, illetve hát a rózsával együtt lehet mérni azt, hogy hogyan fejlődik a saját gyerekünk. Úgyhogy ezt én egy nagyon jó kezdeményezésnek tartom. Akár felelősségtudata is kialakul ezáltal. Látja a rózsáját, és biztos, hogy felelősségérzettel tekint rá. Mi azért indítottuk el, mert az volt az alapgondolat. Volt itt egy hölgy, aki már egy bölcsődevezetőként ment nyugdíjba, és házalt az önkormányzatnál, hogy fogadják az ide születő babákat egy rózsatővel. De ő nem így gondolta, hogy egy ilyen kertet létrehozni, hanem azt, hogy egyszerűen a család identitása, az ide tartozása erősödjön ezáltal. És amikor mi az első születéshete programot szerveztük 2007-ben, akkor azt gondoltuk ki, hogy ez olyan szempontból lenne fontos, hogy ha ezt így egy ilyen közösségi térként, egy közös parkként szerveznénk meg, mert akkor itt találkoznak azok a családok, akiknek úgy nagyjából egy időszakban született a gyereke, együtt fognak bölcsibe járni, óviba, iskolába, legyen lehetőségük arra, hogy egymást megismerjék, barátkozzanak gyerekek, szülők, és aztán később ebből nőtt ki az Íris családi kör is, hogy arra jöttünk rá, hogy ezeknek a családoknak rendszeres programokat érdemes csinálni. Lehetőséget teremtettünk arra, hogy akinek volt valami hobbija, ügyeskedett valamiben, szívesen megvalósított volna valamilyen közösségi programot, annak, hogyha találtunk mellé, aki mellé áll és segít a szervezésbe, akkor lehetőséget teremtettünk erre. Én az Íris családi körbe tartozom, és annak vagyok az egyik önkéntese, mióta a kisfiam megszületett azóta. Amikor a Martin kisfiam megszületett 2011-ben, akkor így anyukaként nagyon egyedül éreztem magam, és próbáltam társaságot keresni magamnak is, meg a gyerekeknek is. És akkor a művelődési házban rátaláltam erre a családi körre, akik akkor szoptatás tanácsadással foglalkoztak, kismama gondozással foglalkoztak, és havonta egyszer tudtunk így velük találkozni, és aztán nagyon vártuk ezeket az alkalmakat, és úgy összebarátkoztunk, hogy megmaradtak a barátságok a mai napig. És hát akkor megtudtam, hogy van itt egy ilyen rendezvény, hogy Babák Rózsa Parkja, ahol minden évben a gyerekek kapnak rózsát, az újszülöttek, és akkor egy idő után már nem csak mint egyedül lévő anyuka jöttem a társaságba, hanem
hanem önkéntesként részt vettem a szervezésbe, az előkészületekbe, és aztán végül már mint programszervező jártam ebbe a csapatba. A védőnénik nem adhatják ki a születőbabáknak az adatait, és ezért kezdetektől kitaláltuk azt, hogy az Iris Írecsvigyen felkérő levelet, hogy ezt a programot akarjuk szervezni, és akkor, hogyha szeretnél erre a programra jelentkezni, akkor mi adtuk meg az elérhetőségüket. Mindig az, aki abban az évben az adatokat fogadja, és a levelezik a jelentkezőkkel, az ő neve, elérhetősége van rajta a plakáton. Ennek az évnek az április 30-áig született babákkal lehet jelentkezni, és akkor ők kapnak rózsát, és ők lesznek aztán beszervezve ebbe a programba. Nagyjából a születő gyerekeknek az egyharmada család az, aki jelentkezik és részt akar venni ebbe a programba. Hát ezt így nem számoltuk meg, de szerintem van már vagy 600 körül, hát ez a 13. év. És volt, amikor többen jelentkeztek, volt, amikor kevesebben. Az én gyerekeim nagyon élvezik, főleg, hogy most már minden gyereket ismernek itt a társaságban. Aztán tavaly nagyon élvezték például a rózsaültetést, itt több órán keresztül ástak, kapáltak, ültették a virágokat, és a rózsának a locsolását is, meg a gondozását is nagyon szeretik. Meg aztán nagy élmény, hogy mindig keresgéljük, hogy melyik a mi rózsánk, mert többször eltűnnek a táblák, meg a föliratok, és ez is egy jó kis gyerekprogram, hogy újra felfedezzük, hogy melyik a mi rózsánk, milyen virágot hoz, milyen színűek a virágai. És nagyon szeretünk ide jönni, el szoktuk hozni a rokonságot is, hogyha itt vannak Pesten, hogy megmutassuk nekik, hogy itt a kerületben egy ilyen klassz csoportnak vagyunk a tagjai, és hogy ilyen gyönyörű ez a park, amit mi hoztunk létre mások segítségével. A vagánynők a velencei Áginak az ismerősei. Arról szerintem őt kellene inkább megkérdezni, de ilyenkor, amikor egy ilyen program van, akkor általában közösen részt veszünk, és nem csak ők, hanem az anyahajó is bekapcsolódik, és más olyan segítők is részt vesznek, akkor ilyenkor az előkészületekbe, akik itt a lakótelepen laknak, és tudnak nekünk segíteni. Manyika, a vagánynők mióta van? Hát ez már jó pár éve. Vagy öt? Öt. Akkor körülbelül úgy sátszoltam, igen. Mert ő egy vagánynő. Azért szóltam meg. A vagánynők klubja frissen nyugdíjba ment, vagy kevésbé frissen nyugdíjba ment hölgyek. Csinálnak közös programokat, mennek kirándulni, meg színházba együtt, és viszonylag hamar egymásra találtunk, és jönnek segíteni nekünk a Rózsa Parki ünnepségen a büfét. Hogy ne azoknak kelljen kiszolgálni, akik amúgy érintettek és részt vennének a programba, hanem akkor ők segítenek ebben mi nekünk.